Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Gázolás. Tolatva ütötte el a férfi a nőt, most a bíróságon felel. Továbbtanulás. Idén is színes kínálattal készül a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum. Tolna Somogy Vármegyei Középiskolai Angol Műfordító Verseny Szekszárdon. Idén 30 éves az esemény. A szegénység csapdájában. Máltai estét tartottak Dombóváron. Halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége ügyében tárgyalt a szekszárdi járásbíróság. A vádlott tolatás közben ütötte el egy nőt, aki később belehalt a sérüléseibe. A vádirat szerint a vádlott 2022-ben Szekszárdon, a Bajcsi-Zsilinszki utcában autójával tolatott. A férfi a külső visszapillantó tükröket nem használta. Későn észlelte a kocsi mögött haladó, gyalogosan közlekedő sértettet, akit elütött. A baleset következtében 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Kórházi kezelése során 2022. szeptember 29. napján életét vesztette. Halálának közvetlen oka az elszenvedett koponyatörés, lágyburki vérzés, agyzúzódás volt. Az elszenvedett közlekedési baleset és a halál beállta között közvetlen okokozati összefüggés állapítható meg. Az ügyészség a vádlottnak beismerés esetén 3 évig felfüggesztett, 1 év 8 hónap fogházbüntetést, 4 év közúti vezetéstől való eltiltást és 250 ezer forint pénzbüntetést indítványozott. A férfi vitatta a tényállást és a sértett haladás irányát. Hát a vád szerint akkor a balról jobbra haladást a konténerek irányából érkezett a sértett a növénysor bérház felé, tehát balról jobbra, a Birkenő elejétől, ha nézzük, akkor a hátulja mögötte balról jobbra, tehát a konténerek felől a növénysor, bérház felé, a vádlott szerint pedig pont fordítva. Igen. A bérházból a növények nem látta, és ő pont a konténerek a kukák fele akar menni. A vádlott nem ismerte be bűnösségét. Kellett volna lássam, mert oda mentem az állatorvoshoz, ott a platán mellett, ami van egy kocsma mellett, van az állatorvos, és amikor mentem visszafelé, láttam volna a hölgyet, hogyha a konténerektől jön. Szóval senkit nem láttam az úton. És régóta vezetek, bocsánat, tisztelt bírónő, meg minden is, rutinból vezettem el. És nem volt soha ilyen bűncselekményem. Meg. A férfi beszámolt arról is, hogy gyógyszereket szed. Aki rendelt védőügyvéd indítványozta, hogy a bíróság járjon utána, hogy a vádlott ténylegesen áll-e, vagy állt-e kezelés alatt. És ha állt, akkor milyen betegség miatt, milyen gyógyszereket kap, és ez milyen hatással van a pszichológiai állapotára. Az ügy tárgyalása áprilisban folytatódik. Néhány hét múlva megkezdődnek az érettségi vizsgák. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum továbbra is számos képzéssel várja a továbbtanuló diákokat. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum a Vármegye 6 városában, 8 iskolában kínálja szakmáit, egyaránt technikumban és szakképzőiskolában. Idén is várják a 2024-ben érettségizett tanulókat. Mintegy 17 ágazatban és több mint 40 szakmában kínáljuk a lehetőségeket a jelentkezőknek. Ami közös a képzésekben, hogy ezek 2 évig tartanak. Nappal is képzések, ingyenes képzések, hiszen ma a megújult szakképzési rendszerben 2 szakma és 1 szakképesítés mindenki számára ingyenes. Csapó Gábor főigazgató tájékoztatott arról, hogy a képzések megkezdésekor ösztöndíjat kaphatnak a diákok. Majd amikor átfordul a képzés duális szakaszba, akkor szakképzési munkaszerződésé alakul át, és ez már akár 100 ezer forintot is meghaladó lehet havonta a tanuló részére. Sőt, azt is el tudom mondani, ami rendkívül kecsegtető, hogy a szakma megszerzésével pályakezdési támogatáshoz is juthatnak a tanulók, mintegy 300 ezer forint értékben egyszeri támogatásként. A főigazgató az érdeklődők számára a tmsc.hu és az ikk.hu honlapot ajánlja, ahol minden információ megtalálható a képzésekről. Most a rövid híreink következnek. Tolna Vármegye közlekedés rendészeti rendőrei a napokban nagy létszámban vonultak az utakra.
A néhány órás fokozott rendőri jelenléttel járó ellenőrzés során 46 olyan gyorshajtót szűrtek ki a forgalomból, akik jelentősen túllépték a megengedett sebességet. Közülük 33 autóst meg is állítottak, ők közigazgatási bírságot és közlekedési büntetőpontokat kaptak, 13-an pedig később várhatnak levelet a rendőrségtől. A 7 gyorshajtó rekordere 167 km/órás sebességgel száguldott a 90 km/órás határ helyett. Megtartotta a 2023-as esztendő munkáját értékelő ünnepi állománygyűlését az Atomerőmű Tűzoltóság és az Atomerőmű Mentőszolgálat. Az eseményen elismeréseket is átadtak. A lánglovagok tevékenységét Pesteritz Rajmund értékelte, aki büszkén számolt be a 2023-as évről, valamint a 2024-es esztendő elején adódott feladatok végrehajtásáról. A tűzoltóknak több, nem szokványos esetben is rendelkezésre kellett állniuk. Újraélesztésnél, traktortűznél és egyéb baleseteknél is jelen voltak a készenléti egységek. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján február 5-e és 11-e között az országban 59.200 ember fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentéséből. A betegek 40,2%-a gyerek, 28%-a fiatal felnőtt volt. Kórházba az elmúlt héten 343-an kerültek súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 43-an szorultak intenzív ellátásra. A versenyzés mellett az angol száz kultúra megismerése és a tanulók látókörének szélesítése is hangsúlyt kap a Tolna-Somogy vármegyei középiskolai angol műfordító versenyen, amit a Szekszárdi első Béla gimnázium idén 30. alkalommal szervezett meg. A vármegyei forduló idei témája a hősök, rejtett hősök, a jelen példaképei. Idén is megrendezte a Tolna-Somogy vármegyei középiskolai angol műfordító versenyt az első Béla gimnázium Szekszárdon. Az első forduló online feladat sora után 22 diák mutathatta meg tudását írásban és szóban a második fordulóban. Az egyik feladat egy maximum 3 perces kis előadás bemutatása volt a megadott téma alapján. A második forduló írásbeli részén, ez a megyei verseny is a második forduló, a második forduló írásbeli részén egy magyarul angolra, illetve egy angolról magyarra fordítási szöveget kapnak a diákok, illetve egy írásbeli feladat van, egy úgynevezett miniszagát kell megírni, ami pontosan 50 szóból áll, és a versenyzőknek erre a 3 feladatra 60 percük van, és a versenynek a másik része, a másik forduló másik fontos feladata, az a prezentáció. Tehát tulajdonképpen az összes készségük, ami szükséges ahhoz, hogy sikeres nyelvtanulók legyenek, sikeresek legyenek az életben, mert a nyelveknek ugye nincsen mostanában siker. A méltán nívós rendezvény arra is jó alkalmat kínál, hogy a diákok nagyobb önbizalmat szerezzenek az angol nyelv használata területén, illetve magas szinten mérhessék össze tudásukat. A hősök voltak a témák, és ugye gondoltam, hogy mivel fordítóverseny, meg ilyenek, akkor a Lomkatót választom, aki egy fordító volt, meg tolmács, és akkor a témába illik jobban. Az intézmény tanulói közül sokan segítettek a szervezésben és lebonyolításban, így nem csak versenyzőkkel büszkélkedhet az iskola, hanem olyan diákokkal is, akik kiveszik a részüket a munkafolyamatból. A prezentációkat látva azt elmondhatom, hogy nagyon-nagyon ügyesek, és hallani, hogy nagyon szépen beszélnek angolul, és látszik, hogy felkészültek, szóval nagyon-nagyon érdekesek a prezentációk, és jó hallgatni. Szóval így szervezőként is kicsit olyan, mintha én is egy néző lennék, mert meghallgathatom ezeket a prezentációkat. A verseny színvonalához 2017 óta hozzájárul támogatásával az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ is. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A Petőfi Kulturális Ügynökség által elindított Petőfi Nagy Lemez program célja, hogy az előadók olyan zenei producerekkel dolgozhassanak együtt, akik segítségével a bel- és külföldi piacon egyaránt versenyképes nagylemezi hanganyagot tudnak létrehozni. A nyertesek munkáját mentorként a hazai könnyű zenei élet legfoglalkoztatottabb szakemberei segítik majd. A felhívásra február 29-ig várják a jelentkezőket. Az elmúlt hét enyhe időjárása miatt több növény is a tavasz beköszöntét érzi. A csonthéjasok netvkeringése megindult, megpattantak a rügyek, ez növeli a tavaszi fagykár veszélyét.
Az előrejelzés szerint a következő egy hétben marad az átlagosnál enyhébb idő. Napközben 10 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Az őszi vetés viszonylag jó állapotban van, de ott, ahol tartós a vízborítás, kipusztult. Ez főleg a repcére igaz. A kórokozókat és a kártevőket kissé megtizedelte a legalább éjszakánként fagyos idő januárban, de tartósabb hidegre lett volna szükség ahhoz, hogy ezek számottevően gyérüljenek. Az Európai Unió népességének átlag életkora 2023-ra elérte a 44,5 évet, ez az adat 10 év alatt 2,3 évvel emelkedett, derül ki az Eurostat adataiból. A 65 éves és az annál idősebb uniós lakosság aránya 5,7%-kal nőtt 2013 óta. Magyarországon ez a korcsoport 31,6%-át tette ki a lakosságnak tavaly. Vecsei Miklós, miniszterelnöki biztos, és Thaisz Miklós, oktatási szakértő vett részt azon a pódium beszélgetésen, amelyet a Máltai Esték programsorozat részeként tartottak Dombóváron. A Máltai Szeretetszolgálat 35 éve foglalkozik rászorulókkal, idősekkel, hajléktalanokkal. 2019-ben kapták azt a felkérést, hogy az ország legelmaradottabb 300 települését felzárkóztassák. Vecsei Miklós szerint a program jól halad. Ez arról szól, hogy azokon a településeken, ahol már nagyon kevés tudás maradt, nincs iskola, vagy hogyha van, akkor mondjuk alsó tagozat, vagy rossz minőségben működik, nem nagyon találják az utat, oda olyan emberek költöznek le, vagy olyan emberek mennek el dolgozni, akik a mi nagy rendszerünkben is dolgoznak, tehát egy kicsit kinyílik a település a mi érkezésünkkel. Az est vendégei bepillantást nyerhettek a Máltai Szeretetszolgálat működésébe, háttérinformációkhoz juthattak, és fajsúlyos történeteket is meghallgathattak. A rendezvény másik főszereplője, Thaisz Miklós, a Szeretetszolgálat oktatásban betöltött fontos szerepéről beszélt. Elmondta, hogy megannyi óvodát és iskolát üzemeltetnek, amelyek alapelve az egyéni oktatás, a személyre szabott, fókuszált felkészítés. Nagyon figyelünk arra, hogy egyénileg koncentráljunk a gyerekekre. Nálunk ez alapvetés, hogy minden gyerekre egyénileg figyelünk. Rendkívül gyakorlati orientált a képzésünk. A szakoktatóink külön figyelnek a diákokra. Nagyon jó kapcsolatrendszer az iskolának a gyakorlóhelyekkel, cégekkel, tehát ugye a diákjaink a szakképzésiskolában már a 9. évfolyamot követően, technikumban már a 10. évfolyamot követően nagy többségben cégeknél vannak kint. Az alelnök elmondta, kiegészítő képzésekre is lehetőség van. Aki nem vált be cukrászként, bármikor tanulhat pincérnek. Regionális híreink következnek. Költségvetés, támogatások. Ülésezett a Baranya vármegyei közgyűlés. Online bűncselekmények. Hasznos információkkal látták el az érdeklődőket a rendőrség munkatársai Kaposváron. Több mint 1,5 milliárdból épül a sportcsarnok. 1000 diák használhatja a Pécsi Szakképzési Centrum létesítményét. Az idei év költségvetését fogadta el a Baranya vármegyei közgyűlés csütörtöki ülésén. A képviselők más napirendi pontokat is tárgyaltak. Szóba került a TOP Plusz fejlesztési forrás is. Ülést tartott a Baranya vármegyei önkormányzat közgyűlése csütörtökön. A képviselők több napirendi pontot is. A közgyűlés napirendi pontjai között szerepelt a Baranya vármegyei önkormányzat idei költségvetésének az elfogadása. A vármegyei önkormányzat normatívája továbbra is 280 millió 500 ezer forint, amelyet a központi költségvetés biztosít a feladatok ellátásához. Az idei évben egy stabil, kiszámítható, de takarékos gazdálkodást tud lehetővé tenni a most elfogadott költségvetési rendelet, de a napirendi pontok között szerepeltek fejlesztési kérdések. A közgyűlés egyhangú szavazati arányjal támogatta Mágocs városának közösségi tér revitalizációs fejlesztési programmal kapcsolatos többlettámogatási igényét. Javasoltuk, hogy több mint 73 millió forint többlettámogatást kapjon meg Mágocsa. Mágocsa annak érdekében, hogy sikeresen le tudja zárni ezt a helyben fontos fejlesztési igényt. Az ellenzéki oldalról elhangzott, jobb lenne, ha a baranyai önkormányzat nagyobb összegből tudna gazdálkodni. A testület legközelebb március 28-án tartja ülését az önkormányzat dísztermében. Bárkiből bármikor válhat online bűncselekmény áldozata. Odafigyeléssel azonban megelőzhetők az esetek, mondta a kaposvári Takács Gyula könyvtár rendezvényén Jávorszkiné Molnár Magdolna.
A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője kiemelte, gyanús SMS-ben vagy e-mailben érkezett linkekre soha ne kattintsunk, ahogy telefonon se adjuk meg bankkártya adatainkat. Elmegy nyaralni a család 2 hétre, 3 hétre, az összes fotót kiposztolja, itt jártunk, ott jártunk, mire hazamennek, addigra meg semmi nincsen a házban. Természetesen az előző fotókon rajta van, mit tudom, hogy munkácsi festmény a falon, meg nem tudom, hogy milyen kerámiák, meg ilyen étkészlet, meg ilyen technikai dolgok. Tehát mindenki látja mondjuk, hogy mi van otthon. És akkor elmennek, hát lehet, hogy pont be fognak törni. Van olyan ismerősöm, aki így járt, elmentek, minden nap részletesen posztolták, hogy 10 órakor itt voltak, 11 órakor oda mentek, 13 órakor megitták a kávéjukat, aztán utána kiposztolták, hogy mire hazajöttek. A biztonságosabb internet világnapjához kapcsolódva kampánysorozatot indított februárban a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság, hogy minél több helyszínen és programon felhívják a figyelmet az online és telefonos visszaélések elkerülésére. Mint a szakember elmondta, odafigyeléssel, elővigyázatossággal elkerülhetjük, hogy adathalászok csapdájába essünk. A legfontosabb szabály, hogy a bankkártya adatainkat soha semmilyen körülmények között nem adhatjuk meg. A bank soha senkitől nem fog olyat kérni, hogy töltsön le egy alkalmazást a számítógépére vagy telefonjára, azt sem fogja kérni, hogy mondja el a banki adatait. Tehát ezeket semmiképpen nem. Ha olyan ügyletbe keveredünk, hogy ez hangzik el, akkor tudnunk kell, hogy csalókkal van dolgunk, tehát semmiképpen se adjuk meg ezeket az adatokat. Rafináltak az adathalászok, hiszen nagyon sokféle módszerrel próbálják kicsalni a személyes információkat, banki adatokat, mondta Jávorszkiné Molnár Magdolna a Kaposvári Takács Gyula könyvtár programján. Mint kiemelte, gyakran SMS-ben próbálkoznak a csalók. Ezekben az esetekben nagyon sokszor például egy csomag megérkeztére utalnak. A csomagot átvenni vagy fizetni a megadott linken lehet. Ez a link is egy olyan oldalra fog átvezetni, ami egy csaló oldal lesz. Itt megint csak az adatainkat fogják kérni, tehát ha eljutunk eddig a pontig, akkor álljunk meg és ne adjuk meg ezeket az adatokat. Az sem ritka, hogy úgynevezett romantikus csalók szedik áldozatukat. Fiktív személynek adják ki magukat, szerelmet színlelnek, miközben különböző indokokkal áldozatuktól pénzt csalnak ki. A hölgyek naivságát, szeretetességét használják ki, megismerkednek online felületen, mondjuk egy amerikai katonának adja ki magát, hetekig udvarolnak, aztán házasságot, szép házat, utazást ígér, majd szép lassan visszatáncol ebből, és mindenféle kifogásokkal pénzt kér, például repülőjegyre, kerozinpótdíjra, helyettesítő kolléga bérének kifizetésére, és bizony-bizony több millió, több 10 millió forintot utalnak el így hölgyek ezeknek az embereknek. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy aki csalás áldozata lett, mindenképpen tegyen feljelentést a rendőrségen, ahol kibernyomozó csoportok dolgoznak az esetek felderítésében. A 21. századi elvárásoknak megfelelő, iskolai és szabadidős sporttevékenységeket kiszolgáló tornacsarnok épül Pécsen, a szakképzési centrumban. A létesítmény egyben közösségi funkciókat is betölt. Mintegy 1000 diák használhatja majd a sportcsarnokot a Baranya vármegyei szakképzési centrum Pollak Mihály Technikum és Kollégium területén. Jelentős pécsi beruházást jelentett be Őri László, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke. A város egyik legnagyobb iskolája eddig tornaterem nélkül működött. A beruházás állami támogatással több mint 1,5 milliárd forintból valósul meg, mintegy 1300 négyzetméteren. A Baranya vármegyei SC Pollák Mihály Technikum és Kollégium udvarán jövő év végén már használatba is vehető a minden igényt kielégítő sportcsarnok. Minden rendelkezésre áll, most indul a kivitelezési közbeszerzési eljárás, annak a sikeres lezárultát követően fog tudni megépülni a projekt, amelyet nem csak pécsi, de baranyai szempontból is fontosnak tartok, hiszen jól láthatóan Baranya a kormányzati terület és gazdaságfejlesztésben felértékelődött. Jó esély van arra, hogy a következő időszakban Baranyának tudunk egy új lendületet adni, és ez az is szükséges, hogy a baranyai fiatalok jó minőségű, jó képzettséget kapjanak a baranyai és a pécsi intézményekbe, ebbe a Pécsi Szakképzési Centrum élen járt. Most majd megépülő új sport és tornacsarnok is hozzájárul ahhoz, hogy jobb körülmények között tudjanak ezek a fiatalok végezni, és reményeink szerint, hogy a következő években Baranyába települő cégeknél fognak tudni majd dolgozni. Azonban hamarosan korszerű több funkciós sportcsarnok fogadhatja nem csak az iskola diákjait, hanem szabadidős tevékenységet folytató szervezeteket, külső személyeket is.
A Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja Metzger Tibor hiánypótlónak tartja a létesítmény megépítését. Egy több mint 25 éve húzódó ügynek a végére kerül most pont, ha még nem is kerül, de belátható időn belül pont kerül. Nevezetesen arra a problémára, hogy a város egyik legnagyobb iskolájának nem volt tornaterme, tornacsarnoka. Ezt a problémát oldottuk most meg, és minthogy ez egy olyan régóta húzódó ügy, és annyi ember vett már, próbálkozott ennek a megoldásával, és annyi embert érintett ennek a hiánya, ezért is gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos mérföldköve a Baranya megyei Szakképzési Centrum fejlődésének, mert azt azért talán szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy itt egy elég komoly fejlődésről van szó, és komoly fejlődésre van szükség. Hiszen a szakképzett munkaerő szükséges, a gazdasági fejlődés pedig valamilyen formában pozitív irányt kell, hogy vegyen. Az összkép szempontjából mindenképpen fontos a csarnok megépülése, a mindennapi pedagógiai gyakorlat szempontjából pedig elengedhetetlen, tette hozzá a kancellár. Modern, multifunkcionális és közel nulla energiaigényű új sportcsarnok építése a cél. A tárgyi eszközök beszerzése folyamatos, a projekt lezárása a tervek szerint 2025 év végén várható. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Gázolás. Tolatva ütötte el a férfi a nőt, most a bíróságon felel. Továbbtanulás. Idén is színes kínálattal készül a Tolna vármegyei szakképzési centrum. Tolna-Somogy vármegyei középiskolai angol műfordító verseny Szekszárdon. Idén 30 éves az esemény. A szegénység csapdájában. Máltai estét tartottak Dombóváron. Szombaton egy gyenge meleg, majd egy gyenge hidegfront alakítja az időjárást. Napközben megvastagszik a felhőzet. Elszórtan szemerkélés is előfordulhat. Gyenge lesz a légmozgás. Vasárnap napsütéses, helyenként mérsékelten felhős idő ígérkezik gyenge széllel. Csapadék nem valószínű. Hétfőn előre láthatólag ismét egy gyenge meleg, majd egy gyenge hideg front érheti el hazánkat. Megnövekszik a felhőzet, és helyenként kisebb eső is várható. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!